Üdvözlök mindenkit a Videodron Filmek csatornán, a mai videóban a remake jelenséget fogjuk vizsgálni egy példán keresztül. Pontosabban a rimékek azon csoportját, amikor Hollywoodban egy eredetileg nem angol nyelvű filmet adaptálnak. Példának pedig direkt egy olyan esetet választottam, ahol nem egyértelműen kijelenthető, hogy rosszul sült el a remékelés. Mégpedig Stieg Larsson a Tetovált Lány című könyvéből készült filmekről lesz szó. Maga a könyv nagyszerű, és nagyon sokat köszönhet neki a skandináv krimi szubzsáner. Ha az adaptációt kimondottan a regénnyel szeretném összehasonlítani, akkor az a helyzet, hogy mindkettő bukdácsol. Bár ettől még a filmek nem lesznek rosszak, egész egyszerűen csak a könyv sokkal jobb. A Tetovád lány esetében eleve felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen a Sony újra a könyvet, vagy pedig rimékelte a svéd filmet. Most nyilván az amerikai alkotók úgy nyilatkoznának, hogy ők a könyvet akarták újra feldolgozni. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a két mozit, egyértelműen kijelenthető, hogy az amerikai film vastagon merített a svédből. Mindenesetre az ilyen jellegű remékekre jellemző dolgok abszolút megfigyelhetőek a tetovált lánynál, hiszen a regénynek készült már egy adaptációja, amikor az amerikaiak elkezdték forgatni a sajátjukat. És azonnal adódik a kérdés, hogy mi lehet annak az oka, hogy Hollywoodban úgy gondolták, hogy az amerikaiaknak is szüksége van egy tetovált filmre, még akkor is, ha már van egy. Nos, először is fontos megjegyezni, hogy a 2009-es svéd filmet bemutatták Amerikában, és európai filmhez képest elég sikeres is volt. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a tengeren túli közönség eleve elutasító a nem amerikai filmekkel. Ezt az elutasítást csak tovább növeli, ha mondjuk a mozi feliratos. Emellett van még egy nagyon fontos dolog. Egy svéd filmet rettenetesen nehéz eladni Amerikában, még akkor is, hogyha egy sikerregény dolgoz fel. Ennek pedig az az oka, hogy rettenetesen nehéz a film marketingje, hogyha nincsenek benne ismert sztárok, illetve arcok. Ráadásul az amerikai disztribútor keze egy ilyen forgalmazás esetében azért meg van kötve, hiszen nem ők mondják ki a végső ámment, hanem a svéd jogtulajdonos. Nyilván nem jellemző a svédekre, hogy kekeckednének, de ha mondjuk azt mondaná az amerikai forgalmazó, hogy újravágja a filmet és cseréli a posztert, lehet, hogy azt válaszolnák, hogy nem. Mondjuk azt, hogy ennyivel letisztáztuk azt, hogy egy svéd filmet miért nehéz eladni Amerikában. No de magának az újrafeldolgozásnak mi lehet az oka? Nyilván egy alkotó részéről két oldalról lehet megközelíteni a dolgot, az egyik az az, hogy jobban tudja elkészíteni az adaptációt, a másik pedig az, hogy másképpen képzeli el az adaptációt. Nos, valójában az ilyen jellegű imékekről sokkal inkább a stúdióvezetők döntenek. Tehát akár nyugodtan rövidre is zárhatnánk az ügyet azzal, hogy szimplán csak a pénzről szól. Döntésük hátterében a Tetovált lány esetében leginkább az áll, hogy a könyv népszerű volt, és úgy gondolták, hogy el lehet belle adni egy amerikai filmet is. Tehát ebben az esetben nyugodtan kijelenthető, hogy csak kizárólag a pénzről szólt, hogy készült még egy tetovált lány film. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a Sony jó előjelekkel vágott bele a regény újabb adaptációjába. Leszerződtettek egy nagyszerű forgatókönyvírót és David fincher rendezőnek. Tulajdonképpen a stúdió már itt azt érezhette, hogy nyerekben van, hiszen David Fincher neve egészen jól cseng a mozi nézők körében. Sőt, azt még a kritizálóknak is el kellett ismerniük, hogy David Fincher nem az a típusú filmes, aki készítene egy sima egyszerű riméket. Nos, a helyzet az az, hogy a kritizálók ezt tudták, de úgy tűnik a Sony nem. Ugyanis kétségtelen David Fincher eladható név, de egyben oka is annak, hogy a tetovált lány nem lehetett széles körű siker. Mire gondolok ezzel? Nos, először is a casting. Kétségtelen, hogy a svéd film ilyen szempontból eladhatatlan az amerikai közönség számára, de az a helyzet, hogy Rooney Mara és Daniel Craig neve sem cseng sokkal jobban. Igaz, hogy Daniel Craig jelen pillanatban James Bond éppen, de ezen kívül sok blockbustert nem adtak el a nevével. Szintén David Finchernek köszönhetjük a film RS besorolását, illetve a hosszát. Nos, ezzel megint csak az a gond, hogy alapvetőleg nehezíti, hogy szélesebb közönség befogadja a tetovált lányt. Végül ahhoz is ragaszkodott a direktor, hogy Svédországban, Svájcban, Angliában, illetve Amerikában forgassanak, ami jelentősen drágította a produkciót. Ennek ellenére a 2012-es tetovált lány bevételei ugyan nem voltak rosszak, de mellette kimagasló volt a költségvetése is. Ugyan a nemzetközi számok megmentették a filmet a totális bukástól, de a Sony jó pár évre utána a parkolópályára tette Lisbeth szalandert. Én teljes mértékben David Fincher döntéseivel értek egyet, de az a helyzet, hogy a stúdió valószínűleg több pénzt látott ebben a projektben. Ami nem biztos, hogy reális elképzelés volt, ezért valószínűleg a költségvetést kellett volna valamennyivel csökkenteni. Ezek után rátérnék arra, hogy összehasonlítom a két filmet, és próbálnék olyan problémákat kiemelni, melyek általánosan jellemzőek az amerikai rimékelésre. Most először is kezdeném a pozitívumokkal, azokkal az elemekkel, melyekben jobban teljesít az amerikai változat. Először is az egész filmet átlengi egyfajta profizmus, ami David Finchernek köszönhetően nem válik sterillé. Ha csak megnézzük az indító kredit blokkot, már ott érezhetjük, hogy ebbe mennyi energiát fektettek. Ehhez kapcsolódik, hogy David Fincher profi szakemberekkel dolgozott, hozta magával a csapatát. A filmvágása, illetve az operatőri munka zseniális, ezért is kapott a Vágó egy oscar az Operatőr pedig egy jelölést. Nem feltétlenül a film legfontosabb eleme, de az amerikai változathoz nagyon sokat hozzáad a zene. Végül még két dolgot megemlítenék, mint pozitívum, az egyik maga David Fincher személye, illetve rendezési stílusa. Az a helyzet, hogy David Fincher megközelítése, illetve tónusa sokkal közelebb áll a regény stílusához, mint a svéd változat direktorának. Végül az utolsó pozitívum, Daniel Craig a főszerepben, szerintem ő egész egyszerűen jobban működik, mint Mikkel Ninkvist a svéd változatban. Ezek után térjünk rá a negatívumokra, és ezzel együtt egyfajta általános probléma felismerésre. Tulajdonképpen az amerikai tetovált lány a történet, illetve a szerkezet szempontjából semmi extrát nem tud felmutatni a svéd változathoz képest. A regény adaptációját tekintve körülbelül pontosan ugyanazokon a pontokon vérzik el. Ugyan a sztori tekintetében van néhány eltérés a svéd változathoz képest, de semmi komoly. A krimiszállal, a karakter bemutatással, illetve a család bemutatásával ugyanúgy küzdködik az amerikai változat, mint a svéd. A sztori tekintetében kijelenthető, hogy az amerikai lehetett volna jobb, mégsem lett az. A következő fontos pont, hogy igaz, hogy jól áll David Fincher stílusa a filmnek, és az RS besorolás is, de közben a nyerség hiányzik belőle. A legtöbb esetben szinte ugyanazokat a jeleneteket kapjuk meg az amerikai változatban, mint a 2009-es filmben, mégsem tudnak annyira erőteljesen működni. Ilyen például a film végén az áldozatokról készült fényképek, vagy éppen a nemi erőszak. Hogy úgy fogalmazzak, a regény brutalitásának sokkal jobban áll a svéd stílus. Nem utolsó sorban abban biztos vagyok, hogy a svéd alkotók egy pillanatig sem foglalkoztak a besorolással. Azonban azt elképzelhetőnek tartom, hogy David Finchernek bizonyos jelenetek adaptációja során végig kellett gondolni, hogy meddig mehet el. És ez alapvetőleg általános probléma az amerikai produkcióknál. Egy következő érdekes pont a gyilkos személye. Stellan Skarsgård egy kiváló színész és nagyon jó Martin szerepében. Sőt azt is mondhatnám, hogy a karakter megformálása során jobban teljesít, mint kollégája a svéd filmben. Itt azonban találkozhatunk ismét egy fontos problémával, mégpedig, hogy a potenciális gyilkos jelöltek közül Martin az egyetlen, akit ismert színész játszik. Hát, hogy úgy fogalmazzak, nem olyan nehéz kitotózni, hogy ő lehet a gyilkos. A következő pont Lisbeth Salander karaktere. Nos, ezzel kapcsolatban két gondolatom is van. Az egyik, Nomi Rapaz fantasztikus a szerepben a svéd változatban. Nem is csoda, hogy David Fincherben felmerült, hogy ő legyen a főszereplő az amerikai változatban is. Ez a döntés azonban a stúdiónak nem tetszett, és állítólag a színésznő sem hajlott rá igazán. Majd egy hosszú casting folyamat kezdődött, melynek a végén Rooney Marához vándorolt a szerep. Nos véleményem szerint ugyan a színésznő mindent megtett, mégsem tud annyira hiteles lenni a szerepben, mint Nomi Rapace. Egész egyszerűen Nomi Rapace sokkal természetesebb Lizbeth Salanderként. Szintén a karakterhez kapcsolódik, hogy talán az amerikai film nem értelmezte olyan jól, mint a svéd változat. Elég csak Lizbeth első megjelenésére gondolnunk, vagy a nemi erőszak utáni részre. Szintén általánosnak tekinthető, hogy az amerikaiak úgy érezték, hogy mindenképpen bele kell nyúlniuk, ezért kicsit megváltoztatták a befejezést. Nincs ezzel feltétlen gond, csak úgy érzem, hogy semmi értelme, hiszen nem teszi jobbá a lezárást. Fontos eleme a filmnek Lisbeth gyámja. Ebben a tekintetben úgy érzem a svéd változat sokkal jobban működik. A karakter igazi beteg féregnek tűnik, és ahogy meglátja a néző, azonnal elkezdi utálni. Ezek alapján úgy fogalmaznék, hogy a legnagyobb gond az ilyen típusú amerikai újrafeldolgozásokkal, hogy nem tudnak jobbak lenni, vagy többek lenni. És a tetovált lány esetében még így is szerencsénk van, hiszen David Finchernek köszönhetően legalább annyit elér a film, hogy ugyanazt a sztorit megnézhetjük egy másik szemszögből. De még a direktor ellenére is felvetül a kérdés, hogy egyáltalán mennyire volt értelme elkészíteni az amerikai tetovált lányt igaz, hogy sok tekintetben profib, de ugyanakkor hiányzik a skandináv krimikre jellemző íz. És még egyszer megjegyezném, alapvetőleg az amerikai tetováltlány egy jól sikerült újragondolás. Talán ez a sztori akkor működött volna a legjobban, hogyha a svéd filmet David Fincher rendezi meg. Elképzelhető, hogy akkor megkaptuk volna az utóbbi évek legjobb thrillerjét. Ugyan én mindkét verziót szeretem, mégis úgy érzem, hogy az amerikai változat elkészültének csupán a pénz az oka. Az pedig a sony a szerencséje, hogy le tudták szerződtetni David Finchert, és így nem sikerült rosszul az adaptációjuk. Ennyi lett volna a tetovált kiveséző, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!